Mindnyájan tudjuk, hogy az új koronavírus okozta világjárvány számos tervet és elképzelést húz keresztbe. A járvány második hulláma már a tetőzés felé közeledik, a vészt pedig csak egymással összefogva szoríthatjuk vissza. Tisztelettel üdvözlöm a kedves nézőket! Az eheti Komáromi magazin számos szemszögből világít rá a COVID-19 okozta helyzetekre városunkban. Egyebek mellett szólunk a kultúrában kialakult áldatlan helyzetről, beszámolunk középiskoláink hirtelen bezárásáról, a kórháznak nyújtott katonai segítségről, és hogy könnyedebb témák közül is kiemeljek egyet, egy hiánypótló, Lehár Ferencről szóló kötet jelent meg nemrég. Bízom abban, hogy érdemes lesz velünk tartani. Ez a kétségkívül nehéz időszak egy bizonyos mértékben korlátoz bennünket, de az élet megy tovább. A városi hivatal egyelőre a szokott üzemmódban dolgozik. A városi hivatal a rendkívüli helyzetben is a korábban megszokott nyitvatartás szerint várja az ügyfeleket, a lakosokat. Hát a fogadóórák nem változtak. Természetesen amennyiben a kormány vagy a közegészségügyi hivatal más intézkedéseket rendel el, akkor ahhoz alkalmazkodunk, de jelen helyzetben még nem változtattunk a fogadóórákon. Minden nap várjuk a lakosokat. A honlapon megtalálhatók a fogadóórák, illetve az egyes főosztályokra az elérhetőségek, az e-mailes és a telefonos elérhetőségek. Aki a városi hivatalba személyesen jön intézkedni, természetesen a kiadott intézkedéseknek megfelelően itt is be kell tartani a szükséges higiéni intézkedéseket, tehát maszkot kell viselnie a lakosnak, fertőtlenítenie kell a kezét, és a szükséges távolságokat is be kell tartani. Emiatt előfordulhat, hogy várakoznia kell, mert ugye az irodában egyszerre csak egy ügyfél lehet. Hogy a lakosoknak is segítsünk és elkerüljük ezeket az esetleges hosszabb várakozási időket, arra kérjük őket, hogy amennyiben lehetséges, e-mailben intézkedjenek, vagy telefonon tegyék fel a kérdéseiket, a hivatal alkalmazottai készségesen segítenek, és ha nem szükséges, akkor nem kell személyesen bejönniük a hivatalba. Ahol szintén több lakos szokott megjelenni, és emiatt várakozási idő lehetséges, az a pénztár. Ugyan két pénztárunk is működik, de ebben az esetben is kérjük a lakosokat, hogy amennyiben van számlájuk, akkor átutalással intézzék a pénzügyeiket. Ajánljuk figyelmükbe az ügyfélszolgálati irodát, amely a Klapkatér sarkában található. Itt több mindent el tudunk intézni egy helyen. A Klapkatéri irodában a lakosok hitelesíthetnek, tehát az anyakönyvi hivatal kihelyezett részlege működik, az iktató működik, és a pénztár. Az egész nap folyamán munkaidőben a lakosok rendelkezésére állnak a kollégák. Itt is szükséges a kézfertőtlenítés és a maszk használata, illetve a távolságtartás. Természetesen a hivatal a kollégák egészségére is odafigyel, ezért ezeken a helyeken, ahol több lakossal, több ügyféllel találkoznak, mindenütt plexi áll rendelkezésre, tehát ilyen módon is megakadályozzuk a vírusnak a terjedését. A város az óvodák és az alapiskolák fenntartója is Komáromban, ezekben az intézményekben is rendeltek el óvintézkedéseket. A város a szükséges intézkedéseket az óvodákban is megteszi, illetve az iskoláknak is segítségére van, amennyiben szükségük van valamire. Az óvodák számára hőmérőket biztosítottunk, hogy a hőmérsékletmérés minden egyes belépéskor biztosított legyen, és a szükséges tisztítószereket, amelyekből ebben az időszakban nagyobb az igény, azokat is a város rendelkezésre bocsátja. Pár napon belül a városi rendőrség épülete mellett egy új COVID-19 tesztállomás nyílik Komáromban. A város mindent megtesz, hogy ezeket a nehéz időket a lakosokkal együtt, tehát a lakosok könnyebben viseljék, átvészeljék.
segítséget nyújtunk igény esetén. Megfogalmazódott egy kérés, hogy egy újabb tesztállomás legyen kihelyezve a városban. A közegészségügyi hivatal is kérte a város támogatását, és így a közeljövőben konténeres megoldással egy mobil tesztállomás kerül majd az Erőd melletti nagy parkolóra, ahol a tervek szerint autóból is képesek lesznek majd az embereket tesztelni. Ismét lakat került a középiskolák ajtajára. A bejelentés nagyon váratlanul érte az intézményvezetőket is. Gyakorlatilag vasárnap délután rendelték el az iskolazárra vonatkozó intézkedéseket, és már hétfőn nem lehetett volna átlépni a küszöböt. A legtöbb igazgató azonban saját felelősségére engedélyezte azt hétfőn reggel a diákoknak, hogy a személyes holmiaikért még bemehessenek. Andruskó Imre, a Sajános Gimnázium igazgatója nem vitatja, hogy a veszélyhelyzetre reagálni kell, de a kormányzati kommunikáció minősége aggasztja, és persze az is, hogy ismét veszélybe kerülhet az oktatás hatékonysága. Őrült az, aki úgy gondolja, hogy a távoktatás egyenértékű, egyenrangú az iskola falai között nyújtott tanítással. Mert nem csak IQ-t, tehát értelmet fejlesztünk, hanem érzelmeket is, az EQ-t is fejleszteni kell, illetve különböző élményeket kell biztosítanunk, közösséget kell fejleszteni, ez pedig az online térben nem lehet. Tavaly még arról vitatkoztunk a kollégákkal, hogy esetleg betiltjuk a mobiltelefonok használatát az iskola falai között, ma pedig mi történik? Az összes diákot benyomjuk a virtuális térbe, és nem én mondtam, az UNESCO szakemberei többször kihangsúlyozták, ha nem tudjuk a gyerekeket visszavinni az iskola falai közé, akkor zombikat fogunk nevelni. A tavaszi gyakorlathoz képest jelentős különbség, hogy a tanárra csak akkor vonatkozhat a home office, azaz az otthonról vezérelt online oktatás, ha az életkora meghaladta a kritikus határt, tehát a 65 évet, vagy a tanár maga krónikus betegségben szenved. Ez a mentesség sem jár alanyi jogon, az igazgató ez esetben engedélyezheti az otthoni munkavégzést. Több a tapasztalatunk, kevesebb az illúziunk. Másrészt pedig egy lényeges különbség, hogy nem otthonról fognak a tanárok távoktatást folytatni, hanem az iskola épületéből. Ezt most még próbáljuk, tehát még valószínű lesznek olyan problémák, amiket majd meg kell oldanunk, de egyelőre lehetőségekhez képest működik ez a távoktatás. Problémát okoz nálunk a szaktantárgyak gyakorlati részének az oktatása, ami lényegében lehetetlen ilyen körülmények között. Ott abban bízunk, hogy minél előbb véget ér ez az időszak, és az így elmaradt szakoktatást majd egy intenzívebb óraszámmal behozzuk a diákoknál. A Sulek gimnázium folyosóin lézengtek gyerekek, megtudtuk ugyanis, hogy náluk, épp úgy, ahogy a magyar szomszédjuknál, 8-osztályos képzés is működik. Az alapiskolásokra a szüneteltetés még nem vonatkozik, így a kisgimisek bejárnak, csak a nagyok koptatják otthonról a billentyűket. Ebben a gimnáziumban is alkalmazkodtak a helyzethez, mert más nem tehetnek. Ami konkrétan a mi gimnáziumunkat illeti, a távoktatáshoz adottak a feltételeink. Annak ellenére, hogy az Oktatásügyi Minisztérium által megígért a számítógépes technikánk fejlesztésére és új berendezések vásárlására fordítható támogatást nem kaptuk meg. Semmit nem kaptunk, és úgy tűnik, hogy belátható időn belül nem kapunk semmit, hiszen csak most indul a folyamat. Ennek ellenére mi már erre gondoltunk és pótoltuk a hiányosságokat. Vettünk a tanárainknak számítógépeket és laptopokat. Tehát el lehet mondani, hogy a márciusi felkészültségünkhöz képest most jobbak vagyunk. A szabályozások azok számára igazán nehezek, akiknek nincs otthon internetük. Bár a legtöbb gyereknek hihetetlen, de igen, Szlovákiában is élnek olyan gyerekek, akiknek nemhogy internetük, de laptopjuk sincs. Szélsőséges esetben pedig villanyáramuk sem. Kiderült, hogy a minisztériumi felmérés szerint 52 000 diáknak, tanulónak nem volt hozzáférési lehetősége. Ez a júniusi felmérésekből derült ki, ebből körülbelül 1000 lehetett a középiskolás, és valójában még a tavalyi ismeretszerzést, a tudást se tudták felmérni pedagógusaink, és most itt ismét átkerült az oktatás a digitális térbe, ami azt eredményezheti, hogy bizony gyermekeink tudása, amivel ki fognak lépni akár a gimnáziumból, ez nem lesz megfelelő.
A kialakult helyzethez úgy fest, mindenki rossz szájízzel alkalmazkodott, de remélhetőleg nem tart sokáig, és remélhetőleg már kevesebb lesz a kellemetlen meglepetés. Nagyon ráférne már a közösségeinkre a derű. Ehhez azonban nincs mese, be kell tartani az óvintézkedéseket. A legtöbben meglepődtek, amikor belépve a kórház területére katonai ellenőrzésben részesültek, ezt az intézkedést a jelenlegi járványhelyzet indokolta. Két helyszínen vertek sátrat a katonák, ezekben a sátrakban testhőmérsékletet mérnek a vizsgálatokra érkezőknél, és segítkeznek a páciensek eligazításában is. Ez egy gyors, rutinszerű folyamat, nincs fennakadás, a belépés folyamatos. A páciensek egyenként lépnek be a sátorba, kitöltenek egy űrlapot, majd tovább haladnak az orvosi kivizsgálatokra. Segítőkészek a mobil tesztállomás körül is segítkeznek a kórház kísérsor felőli bejáratánál. A katonaság képviselői a váratlan helyzetek kezelésére is garanciát jelenthetnek. A segítségüket az még inkább értékessé teszi, hogy a komáromi kórház kérésére azonnal reagált az egészségügyi szaktárca, a Honvédelmi Minisztérium és a Szlovák Köztársaság hadserege is. A katonáknak köszönhetően Komáromban biztosított a páciensek következetes eligazítása, és szükség esetén az elkülönítése is. Ez utóbbi azért nagyon fontos, mert a kórház még az esélyét is ki akarja annak zárni, hogy az épületegyüttesbe COVID-19-el fertőzött személy lépjen be. Az Agel Komárom Kórház időben felkészült az új koronavírus világjárvány második hullámára. Az igazgatótól azt kérdeztük, tervezik-e korlátozni, esetlegesen halasztani a betegfelvételt vagy a tervezett műtéteket. Mňa strašne mrzí, že marec, apríl, všetci dobre vieme, bolo rozprávané o tom, že znište plánované operácie. Nagyon bánt az, hogy márciusban és áprilisban egy olyan szituáció állt fenn, hogy mindenki arról beszélt, hogy csökkenteni kell a tervezett műtéteket, és a rendelőkben is csökkenteni kell a beavatkozások és a műveletek számát. Volt, aki ezt ajánlásként értelmezte, én viszont az egészségügyi minisztérium utasításaként fogtam fel. Ezt megléptük, de ezt követően, amikor anyagi kompenzációt kértünk a bezárt rendelők miatt, akkor azt mondták, mutassuk meg papíron azt, hogy erre bennünket bárki utasított volna. Most egy kicsit jobban állunk, mint az első hullámban. Ha a személyzeti állományunk nem változik, amit félve óvunk, akkor ugyanúgy fogunk dolgozni, mint ahogy eddig is. Egyelőre nem érkezett arra semmilyen utasítás, hogy csökkentenünk kellene a kórházi ellátásban részesülendők létszámát, és arra sem, hogy a tervezett műtéteket csökkentenünk kellene. Teljes erőbedobással próbálunk dolgozni, egy kivételtől eltekintve a belgyógyászati pavilonban csökkentettük az ágyak számát, hogy kellő színvonalon el tudjuk látni az új koronavírussal fertőzött betegeket és azokat, akik a COVID-19 teszt eredményeikre várnak. Jelenleg a neurológiával kapcsolatban hoztunk egy olyan döntést, mivel az a belgyógyászat közelében volt, hogy ideiglenesen átköltöztetjük őket a P pavilonba. Ott egy kicsit rosszabbak a feltételeik, de ha a rizikó szemszögéből nézzük, az alkalmazottaknak és a pácienseknek is kedvezőbb a helyzet. A neurológia 2-3 hónapig lesz máshol, lehetséges, hogy akár rövidebb ideig is. Minden attól függ, hogyan alakul majd a járványügyi vészhelyzet. Elmondhatom, hogy a sebészetünk, a nőgyógyászatunk, a krónikus osztályunk, a neurológiánk, a gyermekgyógyászatunk és az onkológiánk maximális teljesítménnyel működik. Egyelőre nem utal arra egy előjel sem, hogy el kellene utasítanunk a tervezett betegfelvételeket és a műtéteket. A komáromi járás lakosait biztosíthatom afelől, hogy azokat az óvintézkedéseket, amiket foganatosítunk, egyeztetjük a főorvosokkal és a főnővérekkel is. Ez így kellő garanciát biztosíthat arra, hogy az embereknek nem kell lemondaniuk a tervezett műtéteikről, vagy a kórházi ellátásukról. Komolyan odafigyelünk a pácienseink és a személyzetünk egészségére. Operácie alebo plánovaných hospitalizácií skutočne máme na mysli ich bezpečnosť nielen ich, ale aj personálu. Ha bármilyen változás áll be a komáromi Agel kórház működésében, arról tájékoztatjuk önöket. Egyelőre az egyik legnagyobb gond itt az, hogy kevés a véradó.
Az Egressy Béni Városi Művelődési Központban sincs nyüzsgés, és nem azért, mert ne lettek volna nagy célok. A tervezett program sok érdekes, nagyszabású előadással és koncerttel kecsegtetett, hiszen a tavaszi veszélyhelyzet miatt elmaradt előadásokat is ősszel valósították volna meg. A megváltott jegyek nem vesznek el. Ezek a jegyek most már nem őszre érvényesek, de érvényesek tavaszra, újban. Úgyhogy megpróbáljuk az összes előadásunkat még egyszer átrakni. A művelődési központ falai között nagy a csend, az igazgató azt reméli, az ezekben a hónapokban felhalmozott veszteséget legalább annyira sikerült tavasszal pótolni, hogy nullára hozzák ki a költségvetést. Annak még nem tisztult le a rendszere, hogy számíthatnak-e állami támogatásra, és ha igen, milyen mértékűre a kultúrában tevékenykedők. Ezek a szigorítások most nagyon-nagyon mélyen megpecsételték a sorsunkat, így mondjam. Az azt jelenti, hogy se a csoportjaink, se a különböző előadások, amiket terveztünk, nem tudunk semmit megvalósítani. Úgyhogy most Városi Művelődési Központ ilyen várakozó módba áttranszponálta magát, és várunk, hogy jobb lesz a helyzet, és valahogy próbáljuk túlélni ezt a nehéz időszakot. A művelődési házakban is minden bizonnyal dolgoznának már, ha kell, óvintézkedések árán is. Alkalmazkodtak, de alig várják már, hogy nekiállhassanak a közönség toborzásnak, a látogatók visszahódításának, ami szintén nem lesz majd egy egyszerű feladat. Ez a mi feladatunk, hogy minőségi kultúrával próbáljuk őket visszahozni hozzánk, és megmutatni nekik azt, hogy milyen fontos a kultúra az ember életébe, hogy kultúra nélkül nincs élet, mert kultúra nélkül az ember egy üres térbe fog élni. És ezt online, még az internet ezt az élő kultúrát nem tudja pótolni. Vyšlak nám mrkva, ale ta mrkva je většinou zpráva. Děti mají rádi ovocie, to zjedia. A gyerekek szeretik a gyümölcsöt, szívesen fogyasztják, de a zöldségeket gyakran elutasítják. Ezért úgy döntöttünk, hogy egészséges óvodaként, hiszen ez a mi profilunk, élmény alapú oktatási nevelési módon igyekszünk ráirányítani a zöldségekre a gyerekek összes érzékszervének figyelmét. Vlastně tu zeleninku takto spoznávají. A zöldségőrület az érsekújvári Janka Kreskóci Ová programja, és arra irányul, hogy segítsen a kisgyermekek egészséges életmódjának kialakításában és a gyermekkori elhízás leküzdésében. A Megyercsi utcai óvodában a gyermekek élmény alapú oktatás-nevelés keretében csaknem 50 fajta zöldséget ismernek meg egy év alatt, és így módon talán az egész életükben pozitív lesz a viszonyulásuk a zöldségekhez. Minden héten egy adott zöldségfélére irányul a figyelmünk. A répával kezdjük és a dinnyével fejezzük be. Egy nagy dinnyepartit szervezünk júniusban. Ismert és kevésbé ismert zöldségeket próbálunk behozni a programba. A gyerekekkel közösen például szendvicskrémeket készítünk, de ma répaital készült. Így módon ismernek meg hetente egy-egy újabb zöldséget. Ebben az évben a gyermekek a cikóriát és a bavdátát, azaz az édes burgonyát is megismerik. De emellett a konyhai teendőkkel kapcsolatban is sok új életkorukhoz mért információval gazdagodnak. Megtanulnak bánni a hámozóval, a kiskéssel és az önkiszolgáló alaptevékenységeket is elsajátítják a Komenszky utcai alapiskola konyhafőnökének segédletével, akivel nagyon jó a kapcsolatunk. Hát igen, a zöldségeket nem igazán kedvelik a gyermekeink, de nagyon örülünk annak, hogy ez a projekt ilyen ügyesen felfutott abban az óvodában, amely részére mi biztosítjuk az étkeztetést. Mi, mint étterem, arra törekszünk, hogy az étlapunkon olyan étel is legyen, amely azt az adott zöldséget is tartalmazza, amiről egész nap szó volt. Kde sa nachádza tá zeleninka, o ktorej celý deň detičky rozprávajú. A tým pádom... Ezzel is megismerik azt a zöldséget. A répácskákkal eljátszadoznak ebéd közben vagy uzsonna közben, és így azt a zöldséget örömmel el is fogyasztják. Tak potom s radosťou tú zeleninku už papkajú. Počúvajte, čo to spraví. Mrkvička chrumká.
Akú má chuť? Dobrú. Például a paprika egy olyan zöldség, amelynek a gyerekek általában nem szavaznak feltétel nélküli bizalmat. Ha az otthonaikban nem szokták meg az ízét, nem akarják megenni sehol sem. A Megyercsi utcai óvisoknak azonban az első elutasítás után most már a karfiol és a brokkoli is ízlik. Fehér joghurtot használtunk fel, kicsit belemártottuk ezeket a zöldségeket, és nyomban ízlet is már nekik. Voltak olyan gyerekeink, hogy abban a pillanatban, amint zöldséget láttak a kenyérkéjükön, nyomban lepiszkálták róla, de azóta, amióta ez szerint a projekt szerint dolgozunk, fogyasztják szépen a zöldségeket is, sőt, a pajtások egymást is figyelmeztetik, hogy ezt meg kell lenni, vagy ha nem is megenni, de legalább a vitamint lenyalogatni róla. Jó ízzel megeszik a zöldségeket, és nem mondják azt, hogy én ezt nem kérem, vagy nem szeretem. Megeszik a zöldséget, és otthon el is mesélik azt, hogy mit papíztak az óviban. A Promúzeum könyvek következő köteteként megjelent Klement Terézia és Margitai Zoltán könyve az Operett király Lehár Ferenc életútja címmel. A hiánypótló olvasmány Lehár Ferenc életútját öleli fel. Mindenkinek ajánlanám, akit érdekel egy regényes életút, egy nagyon küzdelmes művészpálya, az, hogy a szorgalommal és tehetséggel honnan, hová lehet eljutni, azoknak ajánlom. És akik egy kicsit szeretik a történelmet, a századforduló történelmét, társadalmát, azoknak is. A szerkesztés Galó Vilmos, míg a grafika Bölcskei Zoltán munkáját dicséri. A kötet Lehár Ferenc születésének 150. évfordulója apropóján jelent meg. Ha nem a pandémia időszakát élnénk, bizonyára számos rendezvény elevenítené fel a méltán hírneves Komáromban született zeneszerző munkásságát. Lehár annak ellenére volt büszke a gyökereire, hogy életének csupán az első 7 hónapját élte a városunkban, minden esetre a nagyszüleihez örömmel járt, és erre gyakran vissza is emlékezett. Nagyon sokszor megemlítette visszaemlékezéseiben, hogy komáromi gyerek vagyok, tehát ez valahol az identitásában azért neki ott volt, ez beépült, és erről valahol büszke is volt mindig. A történész azt mondja, nem véletlen az, hogy a Lehár kultusz csak a rendszerváltás előtti években, nagyobb lendülettel pedig a rendszerváltást követő években élénkült fel. Természetesen ennek is politikai okai voltak. A marxi terminológiával élve burzsoá középosztály műfaja volt az operett, és erről a kommunizmusban, hogy így fogalmazzunk, nem volt divat beszélni. Lehár az egyetemes zene történetnek egyik kiemelkedő alakja, mint operett szerző. És mi magyarok különösen büszkék lehetünk rá, hisz félig magyar származású, ő maga az anyanyelve magyar, 11 éves koráig csak magyarul tudott, és arra viszont nem lehetünk büszkék, hogy halála óta 1948 óta alig jelent meg az életével kapcsolatos kötet. Ha meg is jelent értékelhető kötet, vagy értékesebb kötet, az fordítás volt, úgyhogy ezt az űrt szerettük volna pótolni ezzel a kiadványal, és erre nagyon jó alkalmat szolgáltatott a 150 éves évforduló, Lehár születésének 150. évfordulója. A kötet 220 fényképet tartalmaz, igazán olvasmányos, és nem csak a zeneértőket szólítja meg, hanem a valódi lokálpatriótákat is. Aki elkezdi olvasni ezt a könyvet, az bizonyára nem fogja tudni letenni, ez annyira élvezetes stílusban lett megírva. Klement Terézia és Margitai Zoltán kötetéből kimaradtak a tudományos jegyzetek és értekezések, valódi magával ragadó olvasmány. 700 példányban jelent meg, és nem csak a zenekedvelők figyelmére számít, bár nekik szinte kötelező darab lehet. Ajánlanám a komáromiaknak mindenképpen azért, hogy egy kicsit megismerjék jobban Lehárt, hisz a városunk nagyszülöttéről van szó. Azon kívül hát minden olyan embernek, aki szereti a zenét, és szereti a jó zenét, mert azért Lehár nem éppen operettet írt, bár az operett kategóriába van besorolva, ugye tudjuk nagyon jól azt, hogy Lehár az operett és az opera között úgynevezett Lehárt írt, tehát olyan szintű művei születtek, amik operai színvonalú énekeseket követelnek meg. Klein Ottokár érsekújvári énekművész is nagy formátumú énekes, rajong Lehár klasszikusaiért.
Egy óriási zseniről van szó. A magam munkáján, a koncertjeim során talán kevés olyan alkalom volt, amikor nem használtam volna fel Lehár Ferenc műveit, sőt, próbáltam mindig betenni, ha magam választhattam meg a repertoárt, egy Lehár darabot, hiszen mindig sikerélmény volt, nem csak a számomra, hanem biztos a közönség számára is. Klein Ottokár segíti és támogatja Klement Terézia ötleteit és munkásságát. Az első közt gratulált neki a Femina Fortis, azaz Erős Nők díjhoz, amit nemrég átvehetett közösségépítői, írói és szervezői tevékenységéért. A díj kapcsán nem fösvénykedtek barátai sem a méltató szavakkal. Sokan kívántak neki a munkásságához töretlen lelkesedést és örömet. A kitartás és az egészség mellett persze. Domin István egykori tanítványa. Én azt gondolom, hogy egy valódi tanárnak igazából közösségépítő szerepe is van, tehát kiadja magából tulajdonképpen, magát adja a közösségért. Ezt a munkát végzi tulajdonképpen Lehár Ferenc kutatásával is, illetve azzal a társulással, amellyel különféle rendezvényeket szervez. Mi aktívan próbálunk részt venni Izsa részéről minden egyes rendezvényen, amelyet ő szervez. Asbóth József műsorvezetővel is évtizedekben mérhető kapcsolat fűzi össze mindenki Teréziáját, akinek egyszerűen úgy fest, senki nem tud nemet mondani a hívószóra. Azért állnak mellé, mert jó ügyet szolgál. Így van róla a neves műsorvezető. Terike egy olyan ember, aki nem hisz a lehetetlenben, mindent megpróbál megoldani, örömét leli az alkotásban, örömét leli nem csak a fizikai, de a szellemi alkotásban is rengeteget dolgozik, szervez, szerkeszt, könyvet ír, utóbbi időben szobrászkodik is, és mostanában egyik alkotása egy szombathelyi kiállításon is látható, láthatja a közönség. Klement Teréziát leginkább a sokrétű munkássága írja le. Az, hogy Lehár kutatóként éppen akkor átalkott, mint énekverseny vagy bálszervezőként. Minden évben ő adja át a szlovákiai civil becsületrendet is, egy arra érdemes közösségépítő embernek. Most a nemrég kapott díja és a legújabb kötete kapcsán került fókuszba. Az Operett király megvásárolható többek között a Komáromi Madács könyvesboltban, illetve kedvezménnyel a Dunamenti Múzeum épületeiben. Az önök figyelme e héten is jutalom volt számunkra. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A törvények értelmében csatornát vált a Városi Televízió. A jelenlegi 53-as csatorna helyett a 43-as csatornán lesz elérhető adásunk. A részletekről a Komáromi Lapok hasábjain tájékoztatjuk Önöket. Tisztelt nézőink! A jövő héten igyekszünk ismét csokorba gyűjteni a legfontosabb eseményeket és témákat. Addig is vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, a viszontlátásra!